drónakázás közben műalkotásokat nézegetni, 600 négyzetméternyi stégen hűsölni a Városligeti csónakázótó felett, arab, közép-európai és magyar képzőművészek munkái között, erre a lehetőségre invitálja a látogatókat a 7. alkalommal megrendezett Art Moment Central European Visual Art Festival augusztus 7-e és 20-a között a Városligetben, a Műjégpálya szomszédságában. Az Art Moments Vizuális Művészeti Fesztivált 2010-ben kezdtük, akkor teljesen más keretek között, és az elmúlt 4 évben ez egyébként a 7. alkalom, hogy megrendezzük, elég sokat fejlődött a rendezvény a kezdeti első 3 eseményhez képest, mert akkor az volt a célunk, hogy fiatal, magyar, kezdő, képző és iparművészeknek biztosítsunk bemutatkozási lehetőséget budapesti helyszíneken, galériák mellett különböző multifunkcionális terekben. 2012-től ha nem is teljesen ebben a formában, de egy fesztivál formájában jelentkezett az esemény, amikor is kiegészült a képzőművészet és a design mellett különböző egyéb művészeti programokkal, mint irodalom, színház, film és zene. De maga a képzőművészeti és iparművészeti orientáltság a mai napig megmaradt. Fölépítettük itt ezt a 800 négyzetméteres szigetrendszert, amire ilyen galéria-szerűen alakítottuk ki a kiállítótereket. A Moholy Művészeti Egyetem és a Mercedes-Benz Design programjának egy alkotása látható mögöttünk, ami nem tudom, hogy hány iparművész dolgozhatott. Utána 2 diploma kiállítást láthatunk az első felépítményben a Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak, végzős hallgatóinak, illetve a Pécsi Tudományi Egyetem hallgatóinak. Ez legalább 30 művész a közép-európai pavilonban. Bent 4 kiállító található, itt mögöttem ez a szobor, ez Kelemen Zénó művész barátunk szobra, felfújható sátor alatt Asztalos Zsolt munkái láthatóak, illetve a 2 arab pavilonban pedig 5 magyar művész mindenképp volt kint Abu Dhabiban az Art Hub nevű művésztelepen, és bemutatnak még közel 20 művész munkáit. Hát az Abu Dhabi Art Hubról én, aki nem vagyok az alapítója, csak egy művész, aki dolgozott ott, annyit tudok, hogy ezt egy Ahmed Ali Yafi nevezetű arab úriember hozta létre, és nemzetközi művésztelep tulajdonképpen havonta különböző országoknak a művészeit hívja meg, hogy ott dolgozzanak. Mi magyarok 5-en voltunk kint, ebből 4 művész jött el kiállítani a Városligetre. Én tulajdonképpen direkt ide festettem, mert az ott kint készült munkák azok javarészként is maradtak. Egy olyan képet festettem, a tengerparton áll 2 fantasztikus öreg hajó, amik valamikor tengerjáró hajók voltak, de most szerintem az ott dolgozó jellemzően külföldi vendégmunkásoknak a munkásszállója. Az Art Moments-re érkezők karszallagjukkal 50%-os kedvezménnyel tekinthetik meg a műcsarnok aktuális tárlatát. Az árónapon a Budapest Barangoló indít interaktív városismereti versenyt, amelynek keretében a játékosok a Városligetet és a terület közvetlen környezetét ismerhetik meg.